hallani. Akkor valami más baj volt, de most már minden jó, technika csodája. Én felkérném akkor Biolászlót is örökölt az előadása megtartására, utána megyünk a menetrend szerint a misébe és a hálán tovább. Sok türelmet kívánok a hangot, és örülök, hogy újra együtt lehetünk. Minden alsó utcai, alsó városi, és minden ki, aki még itt van velünk. Itt mindenki alsóvásnak számít. Polgármester is, szeretettel köszöntjük ők is. És örülök, hogy a találkozó létteredményét. Majd egy kis előszólni. Mostanában szeretnék beszélni egy témáról, vagy picit most szabad mindenki józan még egy pár már megkóstolták a bort, hogy nem mondottam meg útközben, de a többség mindenki bírja a figyelmet. Kezembe került egy tanulmány, hogy tulajdonképpen az élet minőségről szól. Közgazdászok állították össze, akik szociológiával is foglalkoznak, és sok minden mással is. És talán nem állt egy picit lassan is van, ugye nehéz témának megkívánni. A mai ember be azt sunkolják bele, hogy a boldogságod attól függ, hogy mennyi a havi fizet. Hogyha sok a fizetésed és havonta sokat tölthetsz, akkor boldog vagy. Ha kevés a havi fizet, vagy boldogtalan vagy. És ez sokféle módon nem igaz. Egyrészt, hogy ezt állítják, hogy az ember boldogsága az anyagi jólététől függ, azok megfelelkeznek arról, hogy a világunk véges. Tehát a végtelen boldogsághoz végtelen anyagi lehetőség kellene, és ha minden lehetőséget is kihasználhatnánk, akkor sem tudnánk igazán boldogulni, mert az anyagi eszközeink végesek, a világban a véges. De más félrevezető is van az ilyenfajta állításban, hogy a boldogságunk attól függ, hogy mennyi a havi fixünk. Ez a gondolat igazából kijöri az emberekből a szolidaritás érzését. Azt mondja, hogy neked egy magas a havi fixed, attól te boldog vagy, függetlenül attól, hogy a szomszédod meghal ilyen vagy sem. Aztán ez a gondolkodás megfelelkezik arról, amire egyszerűen beszéltünk ebben a körben, megfelelkezik arról, hogy a boldogságnak vannak nem horizontális összetevői is. Hiába van valakinek hatalmas jövedelme a feleségünk a csaj. Ha nincs neki otthona, hiába van nagy háza, otthon nem várja senki, vagy nem szeretettel várják. Tehát, hogy a havi jövedelmünktől függne a boldogságunk, az egyrészt hamis azért, mert nincs végtelen lehetőség a mi zárt rendszerünkben hozzá, másrészt hamis azért, mert individualista szemlélet, tehát csak magammal törődök, harmadrészt hamis azért is, mert a boldogságnak vannak nem megfizethető összetevői. Ez mind felettetve van benne. És mégis az emberek bele vannak hajszolva egy ilyenfajta, majd most a világ szemléletbe, világnézetbe. Van egy régen szövő elmélet. Az alapszükség elmélet, az alapszükség piramisnak az elmélete. A legalapvetőbb alapszüksége az embernek az, hogy legyen elegendő pénze, tehát, amire az előbb beszéltem, kell a gyógyosság, az anyag és a világos. Tehát a legalapvetőbb szükséglete az embernek a financ, tehát a fizikai és a fiziológiás létnek a megalapozottsága. Tehát legyen egészséges, legyen betegi falata. Ez a legalapvetőbb szükséglete.
hat alapszükségletet szokás megkülönböztetni, most nem sorolom mindent föl, tehát a fizikai, fiziológiás alapszükség, aztán legyen szeretve, legyen elfogadva, elismerve, és a végén ott van az egy transzcendent alapszükség, ami tulajdonképpen nekünk az Isten jövendele. A leglelki, legszellemi értékek. Most az alapszükségeknél mi a lényeges? Az, hogy az alapszükségeknek ez a szintje egymásra épül, meg piramis épül föl belőlük, másrészt pedig az, hogy az alapszükségek egyike nem helyettesíthető a másikkal. Ha a gyerekem arra vágyik, hogy meghallgassam, akkor nem adhatok helyette zsebpénzt. Ha a feleségemet megcsalom, hiába adom az adatba a habfizetésemet. Mert nem éri meg az elfogadottságot. És ettől szenvedni fog. Előbb-utóbb fizikál, fiziológiásan fölborul az egészség. Ez a hat alapszükség mindegyike alapvetően szükséges az ember boldog életéhez, és ha valamelyik nincs betöltve, akkor az egészségére menően boldogtalan lesz. Tavaly egy pár dolgot elmondtam ennek a voltáról, hogy de aztán úgy jött időbe, hogy nem fejeztem be a gondolataimat. Most talán röviden összefoglalom még egyszer. Püspök úrral beszéltünk egy pár alkalommal, hogy egyeztessük, hogy milyen legyen ez az oltár erre az alkalomra, aztán soha nem jött össze, és igazából úgy éreztük, hogy végülis egy jó megoldást találtunk. Tulajdonképpen próbáltam azt a legegyszerűbb megoldást választani, amikor az eddig bennem fölhalmozódott ismeretanyag, vagy kisméretű ismeretanyag, ami van. Ezt összerakva megpróbáltam megfogalmazni azt az ideálisat, amit olyan, hogy kijött belőle. Azt is tudjuk, hogy az oltárnak, vagy az egyháznak az a lényege, hogy sziklára építjük. Tehát, hogy stabil alapokat adjuk. Ez egy nem hagyományos oltár, mert tulajdonképpen egy eredetileg egy alkalomra készült, mozgatható alkalmi berendezés. És ugyanakkor próbáltam egy olyan, hogy mondjam, súlyát adni a dolognak, komolyságát pontosabban, hogy érezzük, hogy itt a tábor tűz, amikor kialudt a nem kialudtott tűzhelyre, akkor azért maradt még hatása, tehát még tart az agő, amit beszettél mellette. Tehát valami ilyesmit próbáltam. Aztán lehetne, hogy mondjam, nagyon sokat beszélni róla, hogy miért van a rozsdás vas, illetve a fekete vas, meg a savállacél. Ez a jó, meg a rossz, meg a menny, meg a pokol, meg a többi, meg a szép, meg a együttélése, szép választása, találkozása. És ezeket a szimbólumokat, amit mondtam, hogy bennem tanultak, ezeket próbáltam itt megvalósítani. Thank you.
nevében. Az Úr legyen veletek. Szent misén vagyunk. Minden szent mise hálódás elsődlegesen Eucharisztia. Ugyanakkor minden szent mise alkalom arra, hogy közel kerüljünk azokhoz, akiket szeretünk. Istentől ered minden lét, és Istenhez érkezik minden lét. Ezért a szent mise különös lehetőség arra, hogy az elbűntjainkhoz közel kerüljünk, de az élő hozzátartozóinkhoz is. Tavaly találkozóta is vannak a voltak közülünk, élőként és voltakért ajánlom ezt a szentmisét, hogy egyre teljesen lelkülettel lehessünk itt, ezért tartunk lelkiismeret vizsgálatot, bűnbánatot. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat kérdeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozgással. Én védkem, kérdezzék a boldogságos, mindenkor szeglőben szűnt Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életemet, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök. Sóvá lennünk, nem kell világossággá lenni, már azok vagyunk. Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, aztán itt azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Amikor megkereszteltek bennünket, akkor Krisztussal egy reláció, egy viszony létesül. Nagyjából itt vagyunk, mindenki meg van keresztelve, ez a viszony adott. Olyasmi viszonyulás ez, mint a rokonság. Testvér az unokatestvér adott. De hogy ezt a relációt megélene, van egy tartalma, az tőlem. Házasság adott benne a házastárs is, de hogy van egy tartalma, az azon múlik, hogy odafordulunk ennek egymáshoz. Tehát nem azt mondja, hogy legyetek só, legyetek világosság, hanem azt mondja, hogy ti már az vagytok. Potenciálisan, lehetőség szerint. És ez van, ami lassan kihalt bennünk, hogy vakolatot teszünk bennünk róla. Egy furcsa világban működik között. A sok ízét teszünk. Vagyom sokszor a rokoni kapcsolatok is kihűltek, barátság is elvesztek, az utcabili kapcsolatok is elfelejtődtek, mert szétszúrultunk. Ugyanúgy beszélt el bennünk a valóság, és
súlyt és kívánosságot. Hogyan tud felszínre törni mindenkinek ez a valóság, amit keresőre jussz, hogy súlyban, világosságban. Amikor imádkozom, hogy mégis már leszoktam volna, előkezdek magam, elindulok a templom felé, akkor ez a belső valóság egyre inkább kibontakozik bennem. Így szoktam mondani, az Istennek egyre nagyobb mozgást terelez bennem. Ugye, akit szeretek, annak nagyobb mozgást terel a szívemben. Mennél inkább szeretek valakit, annál nagyobb bennem a mozgást terel. De a szeretet kapcsolat mindig csak a találkozás által mélyülhet. Ti vagytok a kölcsönsúlya, ti vagytok a világossága. Hadd olyan csúnya szóval, ez egy ontológiai valóság, mint a szülő-gyerek kapcsolat, a házas-házas kapcsolat, a rokon-rokon kapcsolat. Ez adott. Tartalma van-e messze? Ez bizonyos. Thank you.
tűzé, amelyen találkozunk. Most folytatódik az nem független attól jelenti volt. Azért, hogy egy térben vagyunk, vagy picikét el is választottunk, szentek és a Duhán, tulajdonképpen minden ilyen farsan arról szól, hogy az élet nem csak az taposunkban, hanem több annál másoknál. Ez a föllazulás, ami követős a szentiség. Ez tulajdonképpen egy másik világ utáni vágyunkról szól, hogy van. Minden játék, minden mulatás az valahol egy másik világ valóságára. Az ősegyházban minden szentmiség tudományára most is tesszük ilyen alapépületet, egy szeretetlenségség, mert a két asztal, az oltár asztal, a másik asztal összekapcsolódik. Csak már lefelezve a valóságot. Van, aki csak templomban megy, van, aki csak kocsmában. Az öregeink, hogy elmennek a kiskipában is, után ő is tették a rossz. Mert a Istennel való találkozás után került az egymásról való találkozás. Normális. Az a baj most már ketté vált ez. És idegenek is illetve egymásnak. Ez a kettő, amit teszünk, összetartozik. Bárcsak ő összetartozik. További szép estét mindenkinek. Hadd mondjam még, hogy a főváros is itt jár, és mindenkit köszön. Csak hogy a farsang révén ez indokolt, ugye ez a három város, tudok, alsó utcai, alsó városiaké, kezdjük magunkon nézetlenül, aztán van az ifjúságunk, az együtt léte, meg a házas hétvég is, ennek az együtt léte egy picit, meg is meg dolgozni a másik helyre is. További szép estét. És ha van is mindenkinek hely az asztaloknál, biztos, hogy szabad fölállni és elindulni egymás felé. És lenni, hogy jövőjén is lesz eleje a szervezőségnek megszervezni az estét. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ér, menjetek békében. Thank you.
Külső utcai reformátusság, ahol végre megjelent az a fajta közösségi élet, ami a Felső utcát jellemezte annak idején, újjászületik Alsó utca. Nagyon nagy dolog ez. Önök persze pontosan tudják, hogy mekkora, hiszen olyanokkal találkoznak, akiket évtizedekig nem láttak, vagy ha láttak, elmentek egymás mellett. De hogy elmentek egymás mellett, most itt ebben a közösségben újra találkozhatnak. És ez tulajdonképpen azoknak köszönhető, akiknek tudatában fölrémlett, hogy újra meg kell teremteni a már nem élő Alsóvárost. Ennek a nem élő Alsóvárosnak olyan ellenpéldája ez a találkozás sorozat, amelyet igazán csak köszönni lehet. Nem tudom, hogy Baka István Alsó utcai volt-e. Valószínűleg nem. De ő írta a versében, az a Baka István, aki néhány éve meghalt, ő írta a versében, hogy angyalok városa Szekszárd. És így van. Hiszen valahányszor megjelenik egy közösség, valóban felröppen az a bizonyos angyal, és újra egyé forrasztja azokat a szálakat, amelyek elszakadtak. Ugyanebben a versben van, hogy újra tó a csörgetó, a régi házban verset ír Babics, Augustnál Liszt zongorázik, és lehetne folytatni, hogy Alsóváros, az Alsó utca újra együtt van. Ő ezt már nem érte meg, de biztosan nagy örömmel venné tudomásul, hogy a szintén lerombolt és felépített Bakta alján egy szintén lerombolt és talán felépített Alsóváros újra megjelenhet itt. Kedves mindannyian, kedves alsóvárosiak, egész Szekszárd köszöni önöknek, hogy megteremtettek egy nem létező városrészt újra, megteremtettek olyan kapcsolatokat, amelyekből éppen talán a mai estén született ötletekből megszületett egy új gondolat, és ez mindannyiunk örömére és épülésére lesz. A Ripling borral és mindenkinek a saját borával Isten éltessen mindenkit, nagyon hosszú ideig tartsa meg az újjászülető Alsó utcához is. Kedves egészségek! Thank you.
Thank you.
soha nem sérül be a nem. Az élet tűzni, itt egy hullát élem. Rajogó sütöm, és szigrázik a fény. Csak a szigány szokó, halálodott néz, szeretném.
tessék, mit átadunk olcsón neked, most tegyél szólni nekedben. Még a csendlapit csak benneünkre vágyulatom, mert a régi elhittem, repülünk és kaphatom, azt üzente visszajönne, hogy ez végig akható. De neki ez már többé soha nem lesz kiadó, eladó. Thank you.
a szerelemért, hogy ő szép. Te bármilyen hosszú az élet, és ő szerelem. A szeretőt, mert én nem tudom, én szívem, nem miért menze a lánya, és ő szerelem. Thank you.
fordított az Isten, hogy thank you.
Jézus. Sok-sok éven a ház.